egy aprócska falu a Bácskában, a mai Szerbia területén. Az itt lakók száma nem éri el a 200 főt. Nem duskálnak a lehetőségekben, hogy a magyar nyelv által közvetített, magyar gondolkodással befogadható kulturális élményekhez jussanak. Szerencsére vannak, akik tesznek róla, hogy legalább időnként nekik és a környékbeli falvak lakóinak is esélyük legyen a katarzisra, az irodalom, a zene, a tánc általi és a mindezeket ötvöző színházművészet nyújtott a szellemi emelkedésre. Isten hozott ember, a 21. században él, nem a sötétben, inkább ismerős, ágyakban félsz. 35 évnek ezelőtt fiatal művész lelkek úgy gondolták, hogy jó lenne egy ilyen vándorszínház ennek a vajdaságnak, ennek a térségnek. Így, röviden így született meg ez a dolog, és szerencsére gyorsan gyökeret eresztett ez a színház, és a vajdasági nép megismerte, megszerette, és a művészek is megismerték és megszerették. Ezen a kavillói tanyán próbál minden nyáron a 35 éves vajdasági tanya színház társulata. Igaz, a művészek egy része fiatalabb, mint maga a színház, mégis mindenki pontosan tudja, mire kötelezi a 3,5 évtizedes múlt. Szájról szájra terjedő hagyománya van ennek a tanya színház küldetésének is, ugye mesékből. Aki idejön, az már eléggé tapasztalt, illetve hallott róla, és mindig van az idősebb generáció, aki felkészíti a fiatalabb generációt a tanyaszínház szabályaira, hogy tud működni és hogy kell, hogy működjön a tanyaszínház. Hát ugye minden intézménynek vagy minden tábornak van egy házi rendje, és az idősebbek által tapasztalják meg a fiatalok, és beleszoknak, és viszik aztán tovább is. Majd a következő évben, majd két év múlva már ők lesznek az idősebb generációk, és hozzájuk csapódnak az újabb generációk. Soha nem kérdés, hogy betartjuk-e szabályokat, vagy úgy csináljuk-e, ahogy a régiek, vagy ahogy kell, és mindig van, aki figyelmeztet, hogyha esetleg letértünk erről az útról, vagy kicsit elengedtük magunkat, úgyhogy ezzel hát nem hiszem, hogy bármikor is gond volt. A vajdasági tanyaszínház híre napjainkra bejárta a teljes Kárpát-medencét. E sajátos színházi forma olyat képes adni a kisebbségben élő magyarság számára, amit a hagyományos kőszínházak nem nyújthatnak. Olyan űrt pótol, amit pótolni kell. Tehát mi a pici falvakba, a várostól félre eső részekre juttatjuk el a színház kultúrát, ott, ahol esetleg a falu ünnep, a karácsony, a húsvét mellett még egy ünnepecske van, ezt pedig úgy hívják, hogy tanyaszínház. Na így is gondolnak ránk, és így is fogadnak bennünket, és így szeretnek bennünket. Mielőtt felkerekednének, hogy bejárják a vajdaságot, a nyár első felében itt, Kavillón állítják színpadra az adott évre kiválasztott művet. Jelen esetben Gyarmati Kata Mérföldkő című darabját, amelyet a 35. évfordulóra írt. Nyilvánvalóan olyan darabot kell ilyenkor írni, főleg, hogyha egy fölkérése történik, ami figyelembe veszi azokat a paramétereket, hogy hány ember van, hogy mindenkinek jusson olyan feladat, ami méltó neki is, meg a tanyaszínházhoz is méltó, és figyelembe kell még venni azt, hogy ez az előadás egyaránt kell, hogy szóljon a falu népének, és hát valamennyire azért a szakmai közönségnek is, hiszen erre a színházra hála Istennek mindenki odafigyel. Még egyszer, ez most jó nyom, este, ugyanígy kérem. A Mérföldkő sokrétegű koreográfiát igényel, és Gyenes Ildikó addig nem engedi közönség elé a színészeket, amíg minden mozdulat a helyére nem kerül. Motivációban nincs hiány, inkább akik most vannak először, illetve első évesek az akadémián, hát nekik egy kicsit nehezebb, mert hogy az újvidéki akadémián elég kevés a mozgásképzés, tehát akkor itt most egy kicsit neki kezd bele a mély vízbe ez a történet, de egyébként nagyon jól veszik az akadályt.
Bakos Árpád folklór alapokon nyugvó zenét írt a darabhoz, de a stilizált néptánc lépésektől a rap mozgáson át a groteszk vonaglásig mindenféle mozdulatsor felvonultatható az előadás során. Először a lépéseket tanítom meg, a rendes ritmusban úgy szoktam mondani nekik, hogy kimatekozva, 1, 2, 3, 4, 5, és akkor mindig először matek zene nélkül, akkor utána zenére, utána, amikor már tudják a szöveget, akkor ezt nagyon szépen szótagra rakjuk, akkor amikor már szótagra is, tehát énekkel együtt megy a mozgás, akkor utána pedig akkor ráhúzzuk a karaktereket. Nem igaz! Ön veszett! Új játékot akar kezdeni? Igen! Ön veszett! Új játékot akar kezdeni? Igen! Gratulálunk önnek! Új játékot akar kezdeni? Igen! Ön veszett! Pont azért, mert itt olyan emberek gyűlnek össze, akik hittel csinálják, erővel, nem sajnálva magukat. Pont ezért olyan a próba folyamat, hogy egyről a kettőre lépünk, kettőről a háromra. Nincs visszaesés, vagy nincs kedvem, vagy fáradt vagyok, ilyen nincs. Kavilló, amit Rákóczi falunak vagy Rákóczi telepnek is neveznek, mindig fontos szerepet töltött be a Tanya Színház életében. Innen származik a színház alapítója, Kovács Frigyes, és a már elhunyt Soltis Lajos is, aki évtizedeken keresztül állt a társulat élén. A társulat tulajdonában lévő Tanyán jelenleg kicsit kaotikusak a viszonyok, pedig fennállásuk 33. évében nagyobb összeget nyertek a vajdasági tartományi nagyberuházási alappályázatán egy impozáns épületkomplexum létrehozására. Mögöttem, ami látható, ezek a rézsűköveknek hívják, én is utólag tudtam meg. Hát ez egy virágos kert lesz, egy egyedülálló színházi nézőtér. Itt virágok fognak nőni egyszer, és itt 1500 ember tud összezsúfolódni, sok kicsi jó helyen tudja a mindenkori színházi előadást majd nézni. Így kellene kinéznie a Tanya épületeinek. Mindez azonban még csak vízió, egy számítógépes grafika, amely az ebédlő falállók, Titó elvtárs és a szűzanya társaságában. Nincs pénz. Ugye nincs az országnak pénze, hát akkor a színházra jut annyi, amennyi, nem csak ránk, másra is. Kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy a 35. szülinapunkra ez nem készült el, ez az álom, de viszont annak örülhetek, vagy örülhetünk, hogy elkezdődött egyáltalán, és valószínűleg ez az álomkép majd valóra válik egy pár év csúszással, és lehet, hogy a 40. szülinapunkra majd egy kerekszám lesz, akkor már teljes pompájában fog a virág nyílni körülöttünk, és szagolgatjuk még előadást nézni. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy amennyiben a Tanya Színház valami mást kíván nyújtani, mint a kőszínházak, miért van szükségük ilyen profi bázisra? Egyrészt 30 éven keresztül száraz kóró módjára fújt bennünket a szél egyik falutól a másikig. Ez mint feladatunk, ezt mi tesszük is, jövünk, megyünk vajdaság szerte és játszunk, de emellett azt gondolom, hogy nem baj, ha van egy saját fészkünk. Tehát a vendégségben 3 napig, ugye aztán már menjen mindenki haza. Tehát mi is szeretnénk hazajönni. Ahol most a munkások dolgoznak, egyszer vendégház, múzeum, nézőtér áll majd, egész évre programokat kínálva az ideérkezőknek. A hely fontos szerepet tölthet be a színházra nevelésben és a színészképzésben egyaránt. Miért ne lehetne itt rengeteg gyerkőc? Miért ne hozhatnánk ide ki a kukoricaföld meg a búzatábla közé a városi gyerekeket? És szagoljanak bele itt a levegőbe, hogy falun mi az, hogy csönd, és mi az, hogy mik a falusi illatok? Itt lehet hallani a legyet zümmögni. Ez egy nagyon jó hely, számunkra is nagyon jó, el vagyunk zárva a civilizációtól, nem foglalkozunk mással, csak a művészettel. A művészet jegyében a sárban is szívesen meghempergőznek a színészek, ha a rendező úgy kívánja. A dakonyázás nem öncélú, a háttérvetítéshez készül róla felvétel. A Tanyán többnyire vidám hangulat uralkodik, ám ez nem jelenti azt, hogy ne tudná mindenki, mi is a cél. Én azt gondolom, hogy ez,
ez egy rendkívül jó szakmai gyakorlat, és nem csak színház szempontjából, hanem abból a szempontból is, hogy megtanulunk a közösségben működni, és ezt értem akár a munkaakciókra is, vagy színpadállítás és hasonlók is. Nagyon jó kis közösség kovácsolódott itt össze, azt hiszem. Egyetértek a Csongorral, nagyon-nagyon csapatépítő ez az egész itt lét, a tanyában való itt lét, de a másik, ami nagyon sokat, az a jó, hogy nagyon sokat tudunk adni, mikor elindul a turné, és nagyon sokat tudunk adni a közönségnek, azoknak az embereknek, akik ugye nem minden nap látnak színházat, csak így nyaranta. A Tanya Színház főbázisát minden évben az Újvidéki Színművészeti Egyetem hallgatói teszik ki, akik nyári gyakorlatukat töltik itt. Munkájukat a már tapasztaltabb színházi szakemberek irányítják. Merem állítani erről a színházról, hogy minden keserű szájízzel még egy ember sem ment el, aki itt alkotott. Másrészt a fiatalság jó és rossz értelemben szükségeltetik ehhez a munkához, hiszen azért két hónapig tűzőnapon vagy szakadó esőben, sárban jönni, menni, hálózsákban aludni, minden este máshova hurcolkodni, kerékpárral, traktorral, előadást felállítani, lejátszani, szétpakolni, megvacsorázni, jól érezni magad, másnap reggel tovább utazni. Tehát azért ez egy tempó, amit bírni kell két hónapig. És ezt már én magam sem tudnám szerintem a két hónapot végighúzni velük, ugye az én feladat köröm más is, én jövök, megyek, mint egy mérgezett egér, és intézem az ügyeket, az előadás és a kis csapat körül, és hát úgy két-három naponta rájuk nézek, akkor megszámolom őket, mint a kis csirkéket, ha megvannak, akkor nyugodt lelkismerettel szaladok a munkám után tovább. Nagyon-nagyon szeretem a Tanya Színházat, és én már tavasszal elkezdem várni, hogy mikor jövünk már ki, főleg így az évvégi hajtás közepette vágyom rá legjobban. Hát a legfontosabb, amit az ember itt megtanulhat, az a csapatmunka, mert ugye itt együtt élünk, együtt dolgozunk, mindent együtt csinálunk. Mindenki be van osztva, mindenkinek megvan a saját dolga, együttműködünk, van, amikor kisebb konfliktusokba keveredünk, de ezt mindig igyekszünk megoldani, mert ez másként nem működhet. Van egy hierarchia természetesen, minden egyes intézménybe, vagy táborba, vagy egy családba. Ezeket a szabályokat sajnos be kell tartani, ami nem azt jelenti, hogy kemény és nagyon rossz hangulatot kell kelteni. Így működünk, és ezáltal, mert nagyon sokan vagyunk, ugye 20-valány, majdnem 30-an, és felelősséget vállal mindenki, valaki konyhás, valaki ugye díszletes, valaki, ő a fiúk úgy hívják, hogy drótosok. Ha valami nem működik az ő részlegükből, akkor ők van a felelősségre vonva. A Mérföldkő című előadás jelmezeit Letenyák Andrea tervezte, aki igyekszik figyelembe venni a társulat sajátosságait. Mivel a Tanya Színház is napi szinten ugye utaznak és különböző helyszíneken játszanak, tehát hogy mosható legyen, tehát hogy elpiszkolódnak és megizzadnak, meg ilyenek. Tehát minden alkalommal valószínűleg, hogy kell macsin, tehát nem biztos, hogy minden egyes darabot, minden egyes jelmez, de mondjuk ez egy szempont volt, tehát olyan, hogy strapabíró legyen. A Tanya Színházban nincs öltöztető, a színészeknek maguknak kell gondoskodniuk a jelmezeikről. Akár meg is toppolják, hogyha valami elszakad. Ennek van egy ilyen nagyon érdekes és nagyon különleges varázsa valójában, hogy és ezt azt gondolom, hogy olyan lelkesedés és szeretet nélkül nem lehetne csinálni, mint ahogy ezt ők csinálják. Úgyhogy nagyon megtisztelő egyébként, hogy itt vagyok. Ebben a színházban megtanuljuk azért egymás munkáját. Tehát itt azért nem baj, hogyha egy színésznő fölvar egy gombot, vagy egy színész balánta kicsit karban tartja a traktor körüli nem tudom még micsodát, vagy kipucoljuk a cipőt és megbecsüljük azt a kolléganőt, aki mondjuk egy profi színházba oda rakja a lábunk elé, a tiszta lábbelit. Itt megtanuljuk a háttérben lévő munkatársak munkáját megbecsülni. Ötödjére vagyok idén, én már befejeztem a főiskolát, de annyira szeretem ezt a légkört, meg ezt az ilyenfajta munkafolyamatot, ezt a csapatot, aki itt összegyűlik, hogy megéri a nyarat rááldozni. Noha a társulat tagjainak nagy része vajdasági származású, messze híre ment annak, hogy a Tanya Színházban milyen kiváló műhely munka folyik.
Van, akinek az útja Marosvásárhelytől vezetett idáig. Nagyon, nagyon jó érzés amúgy itt lenni, tehát azt kaptam, amit vártam, sőt még többet, és ez inkább pozitív. Ugyanis én gyerekkorom óta álmodtam arról, hogy tényleg egy ilyen olyan csapattal dolgozzak, ahol ennyire családcentrikusan, megértve egymást, és ugyanakkor mégis nagy fegyelemmel, és odafigyeléssel, és koncentrációval tudunk együtt dolgozni, és nevetni, és bulizni, és mindent, amit tud történni egy ilyen helyen. És most ugorjunk az időben néhány hetet, a térben pedig néhány kilométert. A Tanya Színház hosszú turnéjának egyik állomása Oromhegyes. A mintegy 1700 lakossal rendelkező falut 95%-ban magyarok lakják, akik már egy ideje tudják, hamarosan meglátogatja őket a Tanya Színház. Lovaskocsin bejárták a falut közönséget toborozva, addig a fiúk a faluház melletti focipályán nekiálltak a színpad felállításának. A sztár allűröknek itt nincs helye, a hórukkoknak, a kalapácszajnak és a cipekedésnek sokkal inkább. Ha már áll a színpad, még egy utolsó próbára is jut idő, melynek során tesztelik a technikát, a mikrofonokat. A teli holddal együtt megérkezik a közönség is. Idősek, fiatalok, családok, ki pokróccal, ki párnával, ki sámlival. Én Magyar Kanizsáról jöttem ide a faluba, mert szeretném látni az előadást. Szerintem ez a helyieknek egy nagy élmény, hiszen itt nincs olyan sok lehetőség, hogy színházat lássanak, és minden évben szerintem szeretettel várják őket. 30 éve mindig meg szoktam jelenni az előadásaikon, nagyon szeretem, és akkor így mindig, sőt van, hogy két helyen is meg szoktuk nézni, van, hogy Magyar Kanizsán, meg itt a faluba is, valamelyikbe is, akkor nagyon szeretjük. Már nagyon vártuk, hogy jöjjenek, nagyon-nagyon örülünk, hogyha jönnek, mert nagyon kevés lehetősége van a falubelieknek színházat látogatni, és hogyha ilyen tanyaszínház is látogat hozzánk, ez nagyon-nagyon megörvendezteti a lakosokat. Igyekszünk szervezni színházlátogatási programokat, tehát összeszervezzük apraját, nagyját, és akkor elviszük őket, de nem tudunk mindenkit elvinni színházba. És a tanyaszínháznak van egy bizonyos pikáns, tanyaias, vagy falusias íze, amit sokkal jobban megértenek a falusi emberek, mint hogyha elviszik őket, és komoly darabokat nézhetünk velük. Hogy mi a komoly, az persze relatív. A Tanya Színház társulatának csak az egyik célja a szórakoztatás. A dallamos zene és a látványos koreográfia a tartalom közvetítését szolgálja. A Mérföldkő című darab főszereplőjének elméje egy nap végképp elborulni látszik a számítógépen játszott kártyaparti közben. A jelenséggel az orvosok sem tudnak mit kezdeni, és a felesége is hiába próbálja visszarángatni a valóságba. Közös tudat, mely mutatja a helyes utat lábannak, hogy hova kell lépni, ha nem akarok gyökértelenül élni. A darab görbetükröt tart a társadalom elé, nem áttalva az irónia keresztüzébe állítani a modern technika vívmányait és a globalizmus eszméit.
Napjaink vajdaságának mindennapjaiban ott vannak a celepek, a mobiltelefonok, a számítógépek, ugyanakkor a múlt árnyai, a polgárháború emlékei is. Montenegro 06, Koszovó 08, 2006, 2008, jaj, de sok kis hulla volt! Tanítsd minket, mester, tanítsd minket, tanítsd minket, mester, tanítsd minket, tanítsd minket, mester, tanítsd minket, tanítsd minket, mester, tanítsd minket. Több rétege van a történetnek, az első réteg az a Tanya Színházról szól, Tanya Színház múltja, jelene, jövője, a másik réteg maga a primér történet, ami egy embernek a föleszméléséről szól, föleszmél arra egyik pillanatban, hogy az élete az valójában eddig semmiről nem szólt, és most tartalmat szeretne neki adni. Hát a harmadik rétege pedig az, hogy hogyan konfrontálódik a 21. században a külsőség és a belsőség, pontosabban, hogy a külső nagyon-nagyon erőteljes tempó, amit diktálnak nekünk, és ez az irdatlan egy információ áramlás, amiben élünk, ez hogyan egyeztethető össze a mi belső lelki világunkkal. Ez a közönség társadalom nem fertőzött. Tehát nincsenek őszinte közönségről beszélhetünk, hogy ezek kis falvak. Általában persze vannak nagyobb települések is, nem beszélve a városokról, de általában ezek a települések, ahova a Tanya Színház eljut, sok esetben ugye évente egyszer lát a néző színházat, és örömként és ünnepként éli meg. És olyan szinten őszintén reagál az előadásra, ami szerintem ritka. És maradt egyedül Szerbia, Szerbia. És vele maradt Vajdaság, Vajdaság. És benne maradt, benne maradt a három kis Dajkaság. Én is, meg a társaim is, tehát én egy vajdasági magyar gyerkőc vagyok. És itt a Balkánon az én bőröm alá más érzések bújnak, és más vérmérséklettel működünk, élünk, lélegzünk, és ettől talán a másoknak egzotikumként tűnhetünk. A vajdasági történet viszont világproblémákkal foglalkozik, nem kimondottan vajdasági szempontok alapján készül, de nagyon érezhető benne a vajdasági mentalitása, maga a történelmünk, tehát egészen 90-es évektől idáig, hol tartunk háborúk, hol tart most Szerbia, Európai Uniós csatlakozási kérdések vannak, politikai színezete ennek a darabnak, aztán társadalmi bírálat, és ugye nem utolsó sorban, amire készült ez a darab, 35 éves a Tanya Színház, jubilálunk, és bizonyos szempontból mérföldkőhöz értünk. Azt hiszem, hogy elérkeztünk egy olyan pillanatba, amikor így globálisan át kell értelmeznünk azt, hogy hol tartunk. Természetesen nem akarok nagy szavakat használni, nem gondolom, hogy ez most bármit is megváltoztat ez a történet, de legalább gondolatokat tud majd ébreszteni az emberben. A mérföldkő azt jelenti, hogy elérkeztünk valahova, ahonnan hát talán egy kicsit más időszámítást tud kezdődni. Bácska, Bánát, Szerémség. Hiába fogy a magyarság ezeken a vidékeken, a Tanya Színház előadásait és tagjainak hozzáállását látva az ember mégis bizakodni kezd. A nézők száma nem csökken, sőt növekszik, és a közönség soraiban sok a fiatal arc. A Tanya Színház színpada körül, a falu végi mezőkön vagy a focipályákon közösség épül.
sorsát és küldetését meglátni kívánó, a kor kihívásainak megfelelni vágyó, ugyanakkor az elődök által kijelölt csapást el nem hagyó emberekből.